Jelenések könyve 5. fejezetében így szól hozzánk Isten írott igéje. János apostol beszél. Láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet. Belül és kívül tele írva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén, vagy így lehet fordítani, presbiter, így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid gyökere, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek ekképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásomban sok angyal hangját hallottam, a trón, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és ők így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. A trónon ülővé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak és imádták őt, eddig Isten írott igéje. Most igazából a 4. fejezetet talán még kellett volna hozzáolvasnom, mert ez a 2 fejezet talán a 2 legszebb fejezet az egész Új Szövetségben. Tehát ha csak ezt a 2 fejezetet olvassuk végig, és belegondolunk, hogy és ez mit jelent, akkor kiderül, hogy abba minden benne van, amit az Úr Jézusról, az eljövendő világról, a Szentlélek munkájáról, rólunk, az egyházról lehet mondani. Csak innen lehet kiindulni, és akkor hát mondom, minden mondat mögött vannak mélységek. Hát erről a 2 fejezetről szerintem egy évig is lehetne prédikálni, hogyha mindenbe bele akarunk menni. De hát nem fogok, legalább nem az a terv. Viszont a mai napra, a pünköst napjára én úgy gondoltam, hogy érdemes az 5. fejezetből azt a 6. verset elővenni, ami az Úr Jézusról szól, aki ott van Isten trónja előtt, ott áll, mint bárány, és azt mondja, olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme, és ez a 7 szem az Isten 7 lelke, akiket elküldött az egész földre, mert az szól a Szentlélekről. Hogy miért is küldte el az Úr Jézus a Szentlelket,
És miért hét lélek? Az is érdekes kérdés, hogy miért itt hirtelen hét lélekről van szó. De mindjárt kiderül, de kezdjünk az elén, mert különben az egészet nem fogjuk megérteni. Mikor történik ez? Ez az első lépés. János apostol egy szigeten van, nem tudjuk miért, de ott van, és azt mondja, hogy az Úr napján van ott. És az Úr napja olyan kifejezés, amelynek a Bibliában két jelentése van, aztán még lett egy harmadik. De a Bibliának a két jelentése az először is az, hogy az a nap, amikor Isten kimondja az utolsó szót mindenről és mindenkiről. Tehát az utolsó ítélet napja. Ez lenne az Úr napja. Viszont a zsidók úgy értették, hogy ez a nagy ítélet, a nagy nap, amikor Isten mindenkörül megadja a végső bizonyítványt, de igazából ők rájöttek arra, hogy ők minden évben tartják össze az engesztelés nagy napját, amikor csak azon a napon a főpap bemegy a templomba, a szentek szentjébe, és bocsánatot kér a nép összes bűnéért. És ugye erre készülni kell. Tehát ugye ez olyan nagy ünnep, igazából a zsidóknál ez volt talán a legnagyobb ünnep. Arra illik készülni ilyen bűnbánati napokkal, hogy de miért is fogunk mi bocsánatot kérni. És ők úgy voltak vele, hogy tehát lesz majd az ítélet napja, a végnap, amikor mindenki megkapja a végbizonyítványt, de ugye de mi minden évben csinálunk valami hasonlót, hogy megelőlegezzük azt a napot, hogy kérünk bocsánatot azokért a dolgokért, amelyekről megtudtuk, hogy nem voltak helyesek. Hát ők abból indultak ki, hogy az engesztelés napja előtt, bár ugye Isten nem az időben van, fölnyitja a könyveket, és megnézi, hogy ki mit csinált az elmúlt évben. Ugye olyan, mint lányom is tudja, az év végén az évi bizonyítvány. Ugye az még nem az érettségi bizonyítvány, azért jár iskolába, hogy a végén kapjon érettségi bizonyítványt. Az a legfontosabb, ugye, hogy mi lesz benne az érettségi bizonyítványba, de minden évben kap egy éves bizonyítványt, amiből kiderül, hogy most hogy állunk. És ha valahol benne lenne egy hármas, nem lesz benne, ha valahol benne lenne egy hármas, akkor tudjuk, hogy na, azon, annál a tantárgynál kicsit jobban kellene figyelni, vagy segítséget kérni, vagy valami más. Ha meg szint tiszta ötös, akkor még oda kell figyelni, hogy ne lustuljon el a gyerek. Hogy, én ezt már tudom. De ugye ez egy éves visszajelzés, hogy hol állok. És az engesztelés napja előtt a zsidók, nekik ez az új esztendőnek a napja volt szeptemberben, ő azt mondja, hogy igazából ez ilyen kicsi úrnapja. Amikor Isten végig gondolja, hogy kivel mi van. És hoz egy döntést, hogy a következő egy esztendőben Isten népe hogy fog járni. Hogy jól viselkedtek eddig, akkor kicsit jobban fogja őket megállani. De ha elhagyták a helyes utat, akkor Isten segíteni fog, hogy visszataláljanak a helyes útra. Lehet, hogy kicsit keményebben kell velük foglalkozni. Tehát János apostol fejében ez volt az Úr napja. Az a nap, amikor minden évben Isten népe végig gondolja, hogy ha most lenne az utolsó nap, akkor hogy állok az Istennel. És ugye ezen a napon kapja János ezt a kijelentést, amely tényleg arról szól, hogy Isten hogy látja a Földön a dolgokat. Tehát az ő fejében ez van. Ezek a gondolatok vannak. Aztán meg most úgy értelmezik, hogy az Úr napja az a vasárnap. Mert ők így is lehet lefordítani, de hát ez nem valamelyik vasárnap volt, lehet, hogy vasárnap is volt, csak ha a Biblia szövegét nézzük, akkor ez az a nap volt, amikor János is azon gondolkodott, hogy hát ha most lenne az utolsó ítélet napja, akkor Isten mit mondana? És akkor kap egy bepillantást ugye a mennybe, a mennyországba. És mi történik? Az történik. Ott ül a trónon egy idős ember, ugye ő csak képekben látja az egészet, és a
Kezében ott van a könyv. Ugye ott van az érettségi bizonyítvány az egész világról. És most valakinek kellene ezt felolvasni. Valakinek kellene ezt megnyitni, és valakinek kellene ezt ugye prezentálni, mint egy iskolai ünnepen is. És abba a pillanatban csöppentünk bele, amikor végigolvastuk az 5. fejezetet, hogy itt van a papír, most ki fogja felolvasni? Senki sem méltó rá. Senki sem méltó rá, hogy felolvassa Isten véleményét mindenről és mindenkiről. Ezért sír János. Tehát akkor itt most mi lesz? Megáll? Megáll az élet? Nem. Sokan jelenik meg. A bárány, aki egyben Júda oroszlánya is, meg Dávid gyökere. Az új fordításban azt hiszem, hogy Dávid utódja. Nem tudom, hogy miért, mert a gyökér az nem az utód, hanem az előd, de nem mindegy. És ő veszi át ezt a könyvet. Ugye ő méltó arra, hogy elmondja majd mindenről és mindenkiről az utolsó szót a bárány. Aki önmagát adta az emberekét. Hát ha a bárány lesz az ítélet kihirdető, akkor biztos, hogy nem kell félnünk. Csak mond, a Biblia mond erről a bárányról valamit. Hogy neki 7 szeme van. De próbálom elkezdeni, szegény János, hogy néz, lát valami mennyi dolgokat, és akkor hogy néz ez ki, hogy egy báránynak 7 szeme van, de szerintem ő lassan már semmi nem csodálkozott, mert már furcsább dolgokat is látott ezelőtt. De azonnal megkapta a választ, hogy miért 7 szeme van a báránynak. Azért, mert ez a 7 szem az Isten 7 lelke, akiket elküldött az egész földre. És ez a 7 lélek már szerepel egy kicsit korábban is. És ugye János úgy nőtt föl, hogy elég sűrűn olvasták az Ószövetséget. Tehát ő tudja, hogy az Ószövetségben hol szerepel ez a 7 lélek, mindjárt fel is fogom olvasni, Ézsaiás könyvében szerepel ez. De talán először azt kell elmondanom, hogy itt ugye János azt a kijelentést kapja, hogy a Szentlélek az olyan, mint az Úr Jézus szeme. A báránynak 7 szeme van, mert a lélek az egy bonyolult dolog, ezért lehet úgy is mondani, hogy 7 lélek, bár igazából egy, de hát bonyolult, mint a Szent Háromság. Na mindegy. De a Szentlélek az olyan, mint az Úr Jézus szeme. Ugye ez itt a kapcsolódási pont. Csak valamit meg kell értenünk még, mert ugye mi úgy nőttünk föl, hogy mi a szemünkkel csak láttunk valamit, de mi úgy gondoljuk, hogy a szemünk igazából nem csinál semmit. Azon kívül, hogy befogadja az információt. De, ha kicsit belegondolunk, hogy régebben tudták, hogy ez nem így működik, van ilyen közmondásunk is, hogy a gazda szemmel hízlalja a borjút. Nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem ismeri, de van olyan kifejezés. Hogy a gazda szemmel hízlalja a borjút, miért? Hát, mert ha a gazda nem csak, hogy ott van, hanem a gazda más szemmel nézi az illetőt, a borjú is tudja, hogy néznek rá, mert jobban érzi magát, de aki néz, tehát ha csak béres, akkor jó, akkor lát egy borjút, és akkor biztos jó, de a gazda teljesen más szemmel nézi ugyanazt a borjút, és teljesen másképp áll hozzá. Ugye ugyanúgy a gonosz szem. A Bibliában, abban az időben, de nálunk is, régebben, de lehet, hogy most is, de inkább babonásan, ugye azt gondolták, hogy valaki irigységgel a szívében ránéz egy gyerekre, akkor szemmel tudja verni. Nem tudom, hogy ki miben nőtt föl, ki miről tud, de ugye ez a gonosz szem, hogy a szememmel csinálom. Ezért nem is szabad a gyereket megmutatni mindenkinek meg. Na, tehát ugye ez már a babona kategória, de ez innen ered. Hogy a szem az nem csak néz. Hogy nézek valakire, annak hatása van a meglátott valakinek az életébe. Ugye ez a Szentlélek. Hogy az Úr Jézus néz rám, de nem úgy a mennyből, hogy mintha valaki tévét nézne,
hanem úgy néz rám, mint a gazdám. Olyan szemmel néz, hogy egyrészt én megérzem ezt, hogy figyel engem az, és nem ijedek ettől meg, hogy figyel engem az Úr Jézus, szemmel tart, ez egy jó dolog. Már attól is egy kicsit jobban érzem magamat, de tudom azt is, hogy de úgy figyel, hogyha jó irányba mennek a dolgok, akkor ő ezt meg fogja erősíteni. Hogyha rosszabb irányba megyek, akkor gondoskodni fog arról, hogy ne oda menjek. Lehet, hogy én nem veszem észre az elején, de észre fogom venni. Szentlélek olyan, mint az Úr Jézusnak a szeme. Oké, de akkor most miért hét? Azért hét, mert maga Isten így beszél róla. Ézsaiás prófétánál, a 11. fejezetben Isten mond valamit a Messiásról, tehát az Úr Jézusról, azt mondja, vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, az Úr lelke, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Ezt a Messiásról mondja Isten, hogy abban benne van az Úr lelke, ez az összefoglaló, aztán még hat dolgot mond erről a lélekről. Kicsit talán úgy lehet elképzelni, mint az a gyertyatartó, aki ott volt a templomban, amely úgy nézett ki, mint egy fa, gyakorlatilag egy mandulafa, tehát volt törzse, és a törzsből háromszor két ág jött ki, tehát összességében hét. Egy gyertyatartó igazából, de úgy néz ki, mint egy főág, vagy főtörzs, és háromszor két ág jön ki belőle, és ha figyeltünk, pontosan így beszél a Szentírás a Szentlélekről. Tehát a Szentlélek az egy, csak ha egy kicsit bele próbálunk nézni, hogy de mit csinál a Szentlélek, milyen dolgokba figyel bennünket, akkor igazából hét dolgot lehet mondani. Tehát az Úr lelke, de az lesz majd az utolsó. A bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Na, hol kell kezdeni? Hát azt is tudjuk, mert mi a bölcsességnek a kezdete? Hívő emberektől kérdezem. Az Úrnak félelve. Tehát, ja, tehát onnan épül föl. Ugye? Tehát hét dolgot mond, alulról kell fölfele menni. A Szentlélek mit művel az ember életébe? Ha a végén kezdjük, az Úr ismeretét és félelmét. Ugye a félelem az, hogy Istennek látom az Istent. Tehát nem Istenkének, nem Jézuskának, nem próbálom őt irányítani, nem a tanulmányaimnak a tárgya az Isten, hanem Isten az Isten. És így is nézem. Viszont nem egy félelmetes Isten, hanem egy szeretetteljes Isten, akit meg is lehet ismerni, és ugye amikor az Isten ismeretről beszélünk, akkor a soha nem elmélet, tehát nem tantételek, hogy mi mindent tudok mondani, mert akkor még nem ismerek senkit, ha csak tantételeket tudok valakiről elmondani, vagy tényeket. Akkor ismerek valakit, amikor tudom, hogy egy adott helyzetben hogyan reagálna. Mi ez a Szentléleknek az alapvető munkája? Segít nekem Istennek tekinteni az Istent. Megérteni, hogy ő az Úr, én vagyok a szolgája, ugyanakkor ő a mennyi édesatyám, és én vagyok a gyermeke, és az egy nagyon jó dolog, csak ő a főnök, akkor is. Ő mondja meg, de ő egy nagyon gondoskodó valaki, akit meg lehet ismerni, és egyre jobban, egyre közelebb kerülni hozzá. Ugye? Ez a Szentléleknek az alapvető munkája, amikor egyre megerősíti bennem azt a két dolgot igazából,
ami a mi fejünkben két dolog, azt a két dolgot, ami közösen egyre szorosabb köt bennünket az Istenhez. És ha az is megvan, akkor dolgozik a Szentlélek azon, hogy legyen értelmem és bölcsességem. Az értelem az azt jelenti, hogy a mindennapi életben látom, hogy ebben a világban, hogy ez a világ egy kevert világ. Hogy bárhol vagyok, bármit csinálok, mindenben benne van az Isten keze, de benne van a sátán keze is, ha szabad így mondanom. Isten mindent jónak teremtett, de a sátán mindent tönkre próbál tenni. Csak én tudjak különbséget tenni a kettő között. Hogy amit látok most a valóságban, mi az, ami Isten akarata szerint való, és mi az, ami nem. Mi az a szép, amit meg kell tartani, mi az a csúnya, amivel a sátán elferdíti a dolgokat a világban. Ehhez segít az értelem. Amikor különbséget tudok tenni egy adott helyzetben, az, ami előre visz, és az, ami hátráltat. Az, ami a szeretet felé visz engem, vagy ami a halál felé visz engem. És ahhoz, hogy ezt el is érjem, tehát nem csak lássam, hanem értsem is, hogy gyereknevelésben, párkapcsolatban, bármi, emberekkel foglalkozunk, emberekkel találkozunk, hogy tudom, hogy éppen milyen lépést kell megtenni, na ahhoz kell a bölcsesség. Mikor mit mondjak, vagy nem mondjak, mikor hívjam fel a másikat, vagy pont nem, most szép szóval kell, vagy keményebben, vagy ez már bonyolultabb. Látni az egy dolog, aztán a gyakorlatba átültetni azt, amit látok, Szentléleknek a munkája. Ilyen sorrend. Tisztelem az Istent, de szoros kapcsolatban vagyok, azzal kezdődik minden. Az nincs, semmi nincs. Utána mindennapi életben látom, hogy nem egyforma világ. Vannak dolgok, vannak részletek, amelyek Isten felé visznek, vannak, amelyek Isten felől elterelnek engem. És akkor bölcsesség kell ahhoz, hogy a megfelelő dolgot tegyen meg. A tanács és az erő lelke, ami arról szól, hogy amikor látom a mindennapi életben, amit éppen mondtam, hogy van, ami előre visz, van, ami nem visz előre, és nem csak egy adott helyzetben kell egy döntést hozni, hanem hosszabb távon kell tervezni. Gyülekezetet kell építeni, családot kell irányítani. Nem csak most, éppen abban a helyzetben, amiben vagyunk, de egy év múlva, két év múlva, öt év múlva mi lesz velünk. Ahhoz kell ezeket a szavakat használja a Biblia, a tanács és az erő. Hogy lássam egymás után a lépéseket, mondom a presbitereknek is, de presbiter képzésen is beszéltünk róla, hogy egymás után lássam a megfelelő lépéseket, az meg egy dolog, utána meg legyen erőm hozzá, hogy meg is lépjem. Hogy tényleg épüljön a gyülekezet, vagy a megfelelő irányba menjen a család. Ugye 6 különböző aspektusa a Szentléleknek a munkájának, és mindenre ráteszi a koronát. Az az egyszerű kifejezés, hogy de ez az Úr lelke. És itt a fordításunkban és az Ószövetségben 2 nagy betűvel van ez írva, az Úr lelke, és amikor azt olvasjuk, akkor mindig a szövetség Istenéről van szó. Hát az az Isten, aki azt mondta, hogy gyere, van egy tervem, nekem is van egy tervem a világgal, segíts nekem. Segíts nekem megvalósítani az én tervemet ezzel a világgal, hogy a végén az legyen, amiről beszéltem. Hogy a végén meglegyen az a világ, ahol minden népből, minden nyelvből, minden nemzetségből legyenek emberek szeretetteljes kapcsolatban egymással és Istennel, olyan világon, ahol se bűn, se betegség, se semmi rossz nincsen. Na nem mintha Isten ezt egyedül nem tudná elvégezni, de belehív ebbe a tervbe, ebben az ő jövőjébe, belehív bennünket. És ez a csomag,
Szabad így mondanom, ez a Szentléleknek a munkája. Úgy néz rám, mondhatom így, mint hívő ember, a Szent Lelke által az Úr Jézus úgy néz rám, hogy ezeken a területeken hogy állok? Vagy mire lenne szükségem, hogy megerősödjek legalább ezeken a területeken. De ezeket, ezt a hetet a Biblia emeli ki. Az Isten félelem és az Isten ismeret, a tanács és az erő, tehát az előrelátás és a kitartás, a bölcsesség és az értelem összességében belevon engem az Úr Jézus, az ő Szent Lelke által Isten szövetségének a megvalósulásába. És ezért ünnepeljük a pünkösdöt. Mert ugye, mielőtt az Úr Jézus elküldte volna a Szent Lelket, nem volt ez meg. Tehát nem mintha Isten nem odafigyelt volna az ő népére, csak ők más időben éltek. Ők még abban az időkben éltek, hogy készültek arra, hogy jön a Mesiás. Ez az az időszak, amikor az Úr Jézust várják, és mindent előkészítenek, hogy az Úr Jézus jöhessen el. Erről szól az egész Ószövetség. Legyen a világon olyan nép, amely olyan életet él, társadalmi életet, vallási életet, amelyben minden az Úr Jézusról szól, hogy amikor ő megjelenik, felismerhető legyen. Erről szól az egész Ószövetség. Hogy a vendéget várják. Előkészítik a házat, hogy jöhessen a vendég. Aztán jön a vendég. Megérkezik az Úr Jézus. Meghal a bűnökért, és elhozza az eljövendő világot. Most már nem készülünk valamire, mint ahogy az Ószövetségben, most már úgy igyekszünk élni most, amilyen körülmények között fogunk ma élni. Ugye ez a Szentléleknek a munkája. Oké, most már nem a várakozásban vagyunk, mert már eljött a vendég, megcsinált mindent, amire szükségünk volt. Csak ő most elment, azt mondja, most én készítem elő nektek a házat. Ószövetség, Isten népe, felkészíti a körülményeket a Messiásra. Új szövetség, a Messiás előkészíti a körülményeket az ő népe számára. Akkor most már nem ezt a házat kell berendeznünk. Most már azon kell gondolkodnunk, hogy de hogy fogunk élni majd az új házunkba. Ugye? És ez a Szentléleknek a munkája. Segít nekünk abban, hogy már most élhessük azt az életet, valamit, valamilyen formában élhessük azt az életet, amit majd fogunk teljes egészével. És mondtam csütörtök este az ökumenikus alkalmon, hogy ez nem mindig egyszerű, mert ugye ez feszültséget okoz az életünkben, mert úgy élünk ebben a világban, mintha ez nem lenne az otthonunk. Úgy élünk ebben a világban, mintha egy teljesen jobb világnak a polgárai lennénk, hát azért, mert azok vagyunk. Mert tényleg azok vagyunk. És már nem szeretnénk ahhoz a világhoz alkalmazkodni, mert ahogy a Szentlélek segít nekünk, látjuk. Látjuk minden helyzetben a kettősséget. A jót meg a rosszat. És szeretnénk a rosszat elhagyni. Sőt, abba belehívni másokat is. Hogy neked is segíthet a Szentlélek. Ugyanazt az életet élni. Képzeld el. Csak ahhoz szükség van néhány lépésre, hogy fogd fel, hogy miben vagy, és hogy az egyetlen megoldás az Úr Jézus. Ezért ünnepeljük a pünkösdöt. Ha nincs meg ez a hétszeres lélek, akkor nem tudnánk azt az életet élni, ami beteljesül és kiteljesül majd a feltámadásunk után. Szent lélek nélkül igazából az ember még csak készül valamire, amiről azt tudja, hogy mi lesz. Ez az elég nagy szomorúság. Azt gondolom, hogy nekem kell valamit elérnem az én cselekedeteimmel, mintha nekem kellene felépítenem az Isten országát. Nem. Az nem így van. Fordítva. Isten országa megvan. Isten országa lefog. Az új Jeruzsálem le fog szállni az égből. Nem az a kérdés. Ha az Úr Jézusé vagyok, akkor ott leszek. Nem is az a kérdés.
A kérdés az, hogy addig. Kibírom-e ezt a világot, amiben most vagyok, hogy addig hogyan tudnék felkészülni. Hogyan tudok felkészülni arra az új életre, nem azért, hogy méltó legyek, mert nem vagyok rá méltó, hanem azért, hogy ne érjen meglepetés. Hogy már most szeretném magamat olyan jól érezni, mint amilyen jól fogom érezni magamat majd. A feltárás nem fog összejönni, nem fog teljesen összejönni, de ha a Szentlélek segít, akkor a testvéreimmel együtt valamit fogok ebből megtapasztalni. Mert szemmel kísért bennünket az Úr Jézus. Ugye, ha semmi másra nem emlékszünk erről a félórás magyarázatból, akkor legalább ez maradjon meg. Hogy a Szentlélek az igazából olyan, mint amikor a gazda szeme hízolja a borjút. És akkor én lennék a borjú, nem a gazda, én vagyok a borjú. És a Szentlélek munkája az, hogy én érzem, hogy hogy néz rám az én gazdám, az én mennyi gazdám. És mivel érzem, hogy hogy néz rám, és hogyan szeretne, vagy milyen jót szeretne nekem, én is figyelek őre jár. És igyekszem követni azokat az útmutatásokat, amelyeket kapok. A Bibliából elsősorban, aztán főleg, amikor a mindennapi életbe rádöbbenek arra, hogy még nem látok mindig különbséget a jó és a rossz között, lehet, hogy egy vagy ennek vagy annak utána kellene nézni a Bibliában. Vagy lehet, hogy valakitől tanácsot, egy keresztény barátomtól tanácsot kellene kérni, hogy hát én most ebbe vagyok, te ezt most hogy látod? Nézzük meg közösen, imádkozzunk, próbáljuk megtalálni azt a lépést, azt a tanácsot, azt az erőt, azt a bölcsességet, azt az értelmet, természetfölötti dolgokat. Próbáljuk megtalálni, amelyeket csak a Szentlélek tud nekünk adni, de meg is fog adni. Meg is fog adni, ha kérjük. Mert Isten szövetséges népe vagyunk. És igazából ugye a következő lépésünk az, hogy meg fogjuk újítani az Istennel a szövetségünket. Hogy mindjárt el fogjuk mondani. Ahogyan igazából, vagy amilyen gondolatok János apostolnak a fejében is voltak. Amikor ott volt az Úr napján, és elgondolkodott rajta. És ha most kapnám meg a bizonyítványt, mi lenne benne? Olyan, lányom tudja előre, mert oda van írva. De ha most kapnánk, itt mindenki megkapna a bizonyítványt, mi lenne benne? Hát, nem tudom. De az biztos, hogy néhány dolgot szeretnék még elmondani. Mert tudom, hogy ez még nem a végleges bizonyítvány. Szeretném még elmondani, hogy hát amit még nem értettem meg, és amit rosszul csináltam, abba szeretnék segítséget kérni, mert és nagyon sajnálom, hogyha valamit elrontottam. De amit már megértettem, azt szeretném még felmondani a leckét. Szeretném elmondani, hogy de mi az, amit biztosan tudok. És harmadszor szeretném újra elmondani, hogy nem akarok nélküled élni, Úrunk Jézus. Te elhívtál, itt vagyok, nem vagyok rá méltó, de te elhívtál engem, hogy a tiéd legyek, és nem akarok ettől eltérni. De szükségem van, hogy te táplálj engem a te véreddel, a te testeddel belülről, hogy megerősödjön a hitem, és mellette tudjuk maradni. Ez az a három lépés, amit mindjárt meg fogunk tenni. Kicsit olyan, mint egy bizonyítványkiosztás, még mielőtt kézhez kapnánk. Egyszerűen készülünk rá, örülünk neki, hogy megint itt egy pünkösd. Örülünk annak, hogy még velünk van, még tűr bennünket az Isten, sőt, nem csak tűr bennünket, hanem segít nekünk abban, hogy hogyan mondjam, olyan gyümölcsöket tudjunk felmutatni nekik, neki az életünkben, amelyek neki tetszenek is, mert ő munkája ezt bennünk. És ezekkel a gondolatokkal készülünk a nagy érettség bizonyítványkiosztásra. Csak félelem nélkül. Félelem nélkül, mert minden alkalommal ott álltunk az Úr Jézus színe előtt, és elmondtuk, hogy mi őt nem szeretnénk elhagyni egyáltalán.
És az úrvacsora által megbizonyosodhatunk arról, hogy ő bennünket sem fog elhagyni. Ezért küldte el a Szent Lelket, hogy ezt ne csak tudjuk, hanem érezzük és megtapasztaljuk. Amen.